Sziasztok! Ti sem láttok semmi érdekeset? Én sem. Pedig egykor itt állt és működött a vérmalom. Mára semmi nem maradt belőle. A neve alapján elsőre talán valami horrorisztikus történetre gondoltok, holott mindössze annyiról van szó, hogy a malom vér József tulajdona volt valaha. Képzeljétek, az Zala folyó egykor nem úgy nézett ki, mint ma, és nem is arra folyt, ahol most látható. Egy kanyargós, széles folyó volt, ami mellett tíz malom, sőt kaszaházán strand is működött. 1795-ben annyira megáradt a zala, hogy az árvíz elöntötte a várost, több száz ház megsérült és halálos áldozatok is voltak. A XX. század első évtizedeiben az áradások miatt már voltak kisebb szabályozások, de a teljes átalakítás 1961 és 1963 között zajlott, és akkor vált ilyen szabályos, csatorna-szerű vízfolyássá. A brutális beavatkozással megváltozott a természetes környezet, átalakult a táj, a malmok megszűntek, egyedül a Henc malom maradt fenn, ami ma a Göcsei falu Múzeumban látható. A szabályozással a 18-19. századi konyhákban népszerű zalai rák is majdnem teljesen eltűnt, de erről majd egy másik alkalommal mesélek.